Tisztelt rektor úr, tisztelt miniszteri biztos úr! Szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket. Picit meg is hatottam, és hideg is van. De azt gondolom, hogy minden állatszerető ember számára egy örömhírt jelentünk be a mai napon, hiszen nem túlzás azt állítani, hogy mérföldkőhöz érkezett az állatvédelem magyarországi oktatása és kutatása. Hiszen 2021. január 1-ével egy nagyon nagy múltú patinás intézményben, az Állatorvos Tudományi Egyetemen egy új szervezeti egység, önálló a rektori hivatalhoz rendelt szervezeti egység jött létre, amit röviden ATE Állatvédelmi Központnak nevezünk. A központ alapvetően három fő funkciót lát el, illetve tevékenysége három pillére nyugszik. Az egyik pillér a kutatási tevékenységünk. Megkeressük azokat az állatvédelmi vitatott témákat, ütköző pontokat, amelyek nem csak a szakmát gondolkodtatják el, hanem a közvéleményt is meg szokták osztani. Ezek mentén, az állatvédelmi ütköző pontok mentén szeretnénk kutató tevékenységünket kifejteni. A teljesség igénye nélkül ezek a témák a következők. Az állatvédelmi jogszabály és intézményrendszerének megfelelősége, hatékonysága, a végrehajtás körüli esetleges polémiák, a gazdasági haszonállatok állatjóléti helyzete, valamint a menhelyekkel, kóborállatokkal, ivartalanítással, szaporítótelepekkel, az állatkínzás jogi, pszichológiai és kriminológiai vonatkozásaival, a természetvédelem és az állatvédelem kapcsolódási pontjaival, az állatkínzás és az emberek elleni erőszak összefüggéseivel, a cirkuszi állatokkal és a vadászat állatvédelmi vonatkozásával, például orvadászat kapcsolatos kérdések. Az oktatási és ismeretterjesztő funkciónkat is ezek mentén, az ütköző pontok mentén szeretnénk megszervezni. Az urak előttem elmondták, rektor úr említette az állatorvos képzésben az új kötelező tantárgy létrejöttét negyedéven, illetve a posztgraduális állatvédelmi szakállatorvos képzést. Biztos úr pedig említette, hogy nem csupán állatorvosoknak szeretnénk képzéseket tartani, hanem civileknek, illetve a közigazgatásban dolgozó szakembereknek is, így bővítve az egész ország állatvédelmi tudását, és végső soron reményeink szerint fejlesztve a hazai állatvédelem helyzetét. Az oktatási volt a második pillér, a harmadik pillér pedig egy olyan platform létrehozása, ahol az állatvédelem különböző szereplői egy asztalhoz tudnak ülni, és ezeket az ütköző pontokat át tudják beszélni. Ezek gyakran igen érzékeny kérdések, és nem is mindig van benne egyetértés, de reméljük, hogyha tudományos alapon, higgadtan és racionális érvek mentén közelítjük meg a kérdéseket, akkor közösen több eredményre jutunk. Terveink közt szerepel, sőt, már mindent megtettünk azért, hogy ez minél előbb megvalósuljon, előkészítettük a munkálatokat egy állatvédelmi kódexnek a létrehozására. Ez egy etikai, állatvédelmi etikai minimál követelményeket tartalmazó dokumentum lesz, amit az állatvédelem meghatározó szereplőivel együtt szeretnénk kidolgozni. Nyár elejére tervezzük ennek a dokumentumnak az aláírását, de később is lehet hozzájuk csatlakozni. A hosszabb képzéseken túl egynapos szakmai napokat és konferenciákat is tervezünk. Szeretném felhívni a figyelmüket, illetve meghívni önöket az első ilyen eseményre. Február 26-án egy olyan online szakmai napot szervezünk, amelynek középpontjában az állatbántalmazó személyisége, tehát az állatkínzó profilja lesz, amelyet leginkább pszichológiai, jogi és kriminológiai szempontból fogunk ezúttal vizsgálni. Az Állatorvos Tudományi Egyetem honlapján találhatók rólunk információk, illetve elindítunk egy Facebook oldalt, kétnyelvű Facebook oldalt, ATE Állatvédelmi Központ néven. Mivel az állatvédelem szereplőivel hosszú távú együttműködést tervezünk, és ez az együttműködés nem csak hazai, hanem nemzetközi is lesz, ezért még fontosnak tartanám azt is megemlíteni, hogy a központnak a munkanyelve magyarunk kívül az angol és a német is lesz. És ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket.